Hölgyeim és Uraim! Egy kellemes időutazásra eh, invitálnám Önöket ebben a kellemetlen, hűvös, csapadékos időben, és örülök neki, hogy ennyien eh, eljöttek. Vissza utaznánk az időbe egészen a 17. századi Franciaországba. Konkrétan a 14. Lajos udvarába. Ebben a körben úgy hiszem, Mindenki ismeri 14. Lajosnak, a napkirálynak a nevét, meg többé-kevésbé a tevékenységét is. Azzal sem szállnának vitába velem, hogy használítanám, hogy ő volt a koróikori Európa egyik legismertebb és legnagyobb, vagy talán a legnagyobb uralkodója. Mitől volt ő nagy? Nem elsősorban attól, hogy például hosszú ideig, 72 esztendeig uralkodott. Ezzel szerintem az európai ranglistán a number one, vagy a dobogó bármelyik helyére bizton felállhatna, mint máig. Sokkal inkább azért tekintjük őt nagynak, mert hosszú uralkodás alatt teljesedett ki az úgynevezett etatizmus, vagyis az állam minden hatóságára, valamint az Isten kegyelméből való uralkodó Teljhatalmára, elvileg korlátlan hatalmára épülő abszolút monarchia. Az abszolút monarchia kormányzati gépezete, ezt is jól tudjuk, az 1680-as, 1690-es évekig viszonylag olajdottan működött, és nagy, nagyon szakszerűen igazgatta kevesebb, mint 50 ezer ember a 20 milliós Franciaországot. Már csak emiatt is, még évtizedek múltán is Európa kevésbé fejlett országaiban nem csak csodálták, nem csak irigyelték, hanem követni, utánozni. Máshol is próbálták ezt a kormányzati modellt, hiszen nyugodtan nevezhetem, vagy mondhatom ezt a szakkifejezést is. Na most a mai alkalommal én azt tervezem, hogy felvázolom a napkirálynak a életéből a legfontosabb eseményeket, megismerkednek majd az uralkodó hétköznapjaival is, akár intim életével is, szó szóval lesz majd a Páristól nem messze felépített Versályi palotáról, amelyet, illetve épület együttesül tulajdonképpen, amelyet egész Európa irigyelt és csodált, és ugyancsak utánozni máshol négyekezett. Mert ne felejtsük el, hogy főleg a 18. században, 14. Lajos stílusban épülnek föl majd például olyan új fényes uralkodói központok, mint Bécs mellett a Sönbronni kastély, a poroszoknál pozdam, vagy a távoli Oroszországban Pétervár mellett a Finnöböl partján Petrodvorec, első vagy Nagy Péter nyári palotája, amely egy az egyben igyekezett lemásolni mindazt, ami Versailles-ban tapasztalható volt. Szökőkutakkal, parkokkal, vízművekkel, mesterséges csatornákkal, és így tovább. Nos, és persze majd megismerkedünk az én vezetésemmel az udvari élettel is felvillantom azt, hogy nem fenékig tejfő volt akkor uralkodónak lenni, akinek a mindennapjait a felkeléstől a lefekvésig gúzsba kötötte a spanyolos udvari etikett. Hogyha valahol valaki Európában bárhol ránézett a toronyórára, mit tudom én, fél tizenegykor, akkor tudta, hogy Versailles-ban Lajos mit csinál. És biztos, hogy mindig ugyanakkor ugyanazt csinálta. És egy nagy udvari színjáték, egy színpadi előadás volt ez az udvari élet. Mindenki szerepet játszott. És örült neki, hogy szerepet játszhatott, és nem magát adta. A legnagyobb kegy az volt, hogyha az uralkodó ragyogásából, fényéből egy fénysugár időnként rávetült. Hogyha elleshette az uralkodó egy bólintását, vagy az az írtózatos megtiszteltetés érte, hogy az uralkodó felkelésekor mondjuk életében egyszer ő nyújthatta át neki a papucsát. Ez az udvari nemességet kielégítette, és 14. Károlytól, illetve Lajostól, bocsánat, sem volt idegen. Na, a másik kérdés, hogy a nagyság párosult-e népe szeretetével? kedvelték -e őt életében, halálában vagy halála után. Hát ezzel kapcsolatban már megoszlanak a tudományos vélemények is, hogy néhány példát említsek a korból kiragadva. Öt évvel vagyunk a teljhatalom megragadása után, hogy 1661-ben meghalt Mazaren, aki azt tanácsolta neki, hogy ne töltse be a főminiszteri tisztséget, hanem ezt is vonja magához. Ő ennek eleget is tett és valóban élet és halál uraként kezdett uralkodni. Ez a párizsi népnek nem tetszett, amit egyebek között ez a akkor terjedő, Párizsban terjedő, gonoszkodó versike is mutat. Hagy olvassam föl. Egy dicsfénytől övezett király bölcsebb, mint Cézár, derekabb, mint Sándor. Azt mondják, hogy Isten adta nékünk, ó, bárcsak visszavenni. Nem szeretik. Vagy hadd idézzem megboldogult Papimre kollégám a Debrecen Egyetem kiváló történésze megállapítását a napkirály halálával kapcsolatban. 1715. szeptember 9-én minden pompa nélkül, százezres elkeseredett tömeg szitkozódása közepette helyezték örök nyugalomra. Ilyen még nem történt Francia király temetésén. A 17. század végén természetesen más vélemények is voltak, nem csak Franciaországban, hanem Európában, különböző udvarokban. Nagyon sok helyen őt tartották az akkori világ legnagyobb királyának. Tudni kell ez azt is, hogy az 1680-as évektől már nagy lajosként is tisztelték. Tehát nem csak napkirály megnevezés illette őt, és ő, mivel nem volt szerény ember, saját magáról ugyanezt tartotta, hogy ő a legnagyobb az akkori világban. És miért is ne tarthatta volna, hiszen Spanyolország már hanyatlóban volt. Ötödik Károly, vagy az őt követő második Fülöp idején, ő Spanyolország volt a világ number vanja, hogy megismételjem ezt a kifejezést. Az első számú hatalma de az 1600-as évek közepén, második felében már csak árnyéka volt önmagának. Tehát joggal állíthatta magáról, hogy én vagyok a legkülönb. És ráadásul azért is vagyok a legkülönb, mert én Isten kegyelméből uralkodok. Nem pedig, mint a német-római császárok, akiket a választófejedelmek kegye juttatott a bársony trónusra. Tehát engem nem a választófejedelmek helyeztek ide, hanem főpapi közvetítéssel ö, maga az Isten. És egyedül csak neki tartozom felelősséggel. Én hozom a törvényeket, azokat a törvényeket, amelyek mindenkire nézve kötelezvek, de rám nem. És tetteimért majd az úrnak tartozom csak elszámolással, senki másnak ezen a földön. Áttérve a másik fontos témára. Azt gondolta volna az ember, amikor a Valoá dinasztia kihalása után a rokonági burbonok és személy szerint negyedik Henrik, Bourbon Henrik került a trónra 1589-ben, hogy ez a hatalmas étvágyú nőfaló uralkodó, aki valóban az udvarban széles rendet vágott az udvarhölgyek között is, hiszen feljegyzéseink szerint 40 szeretője volt, akiktől 12 törvénytelen gyermeke született. Szóval azt gondolták egykoron, hogy na az utódlással sem az ő esetében, sem a továbbiakban nem lesz gond. De már gond jelentkezett, hiszen ő ugyan nagyon termékeny volt, viszont ez az első feleségéről nem mondható el, mert valóan Margit nem tudott nem, hogy fiúgyermeket, fiútódott szülni, hanem még lány sem. Ezért döntött, és 47, hát lány sem, tudni egy uralkodónak, mint férfinak az első számú kötelessége volt az, hogy biztosítsa az utódlás lehetőségét, és lehetőleg minél több fiút hozzon a, vagy segítsen a napvilágra feleségek közvetítésével. Tehát elvált tőle, már meglehetősen idős ember volt, de férfiasságát még mi sem mutatja jobban, mint hogy Medici Mária, Mária a második felesége két fiúval és három lányjal ajándékozta meg. Izad homlokukat letörölhették a Louvre-ban, hiszen ez volt akkoriban még a legfőbb király székhely, elhárult az utódlás gondja, elhárult a dinasztia kihalásának a veszélye. Nem sokáig. Hiszen a fia 13. Lajos néven követte a trónon, ő sem az apja, sem a fia a leendő 14. Lajos fizikumát mentalitását és szellemét nem örökölte. Nagyon gyenge fizikumú ember volt, állandóan betegeskedett, viszonylag fiatalon meg is halt egyébként, tehát csenevész volt, és ráadásul dadogott, és emiatt nagyon gátlásos lett. A gátlásosságát csak fokozta, hogy Medici Mária, az anyja, az udvar szeme láttára többször elnáspágolta, ez pedig nem tett jót az ő mentalitásának. És a szorongását tovább fokozta, hogy tulajdonképpen még gyermekként, 14 éves korában az anyja unszolására feleségül kellett vennie ausztriai Annát, akivel sem ekkor, sem később nem szívlelték egymást. Most nagyon enyhén fogalmaztam. Annyira nem szívlelték egymást, hogy három évig nem háltak együtt. Ezt mondjuk lehetne magyarázni azzal, hogy mindketten még fiatalok voltak, hiszen egykorak voltak, 1601-ben született Lajos, számoljunk utána, hogy még 14 éves lehetett csupán, de az már gyanús volt, nem csak az udvari orvosoknak, hanem az udvar népének is, hogy 17 évesként is nagy évben elkerülte a feleségét. Ez már megsokalta az ő gyóntató papja, az udvari gyóntatója, és penitenciaként, vezeklésként tulajdonképpen megparancsolta neki, hogy igenis rendszeres időközönként látogassa meg a feleségét. A gyóntató papja unszolásának nyilván ő eleget tett, de hát ez a rendszeresség csak isett, mert a következő két évben mindössze négy alkalommal látogatta meg a feleségét mindenfajta eredmény nélkül, viszont az a szóbeszéd, hogy talán nincs is vele minden rendben, akkor szűnt meg, amikor udvarhölgyeknél keresett és talált vigasztra, bár azt is hozzá kell tenni, hogy az egyik inasához mély érzelmi viszonyok is fűzték. A Feleségesen sem akart az árdába vonulni, neki is voltak alkalmi kapcsolatai, és ezek közül a férfiak közül kiemelkedik állítólag Bakingem herceg, még nem, 1627-ben Buckingham, ez aki első Jakabnak a kegyence volt, egy jó akarója törrel szúrta. És most jön a igazi tragédia vagy trauma. A következő 17 esztendőben nem éltek házas életet. Ennek semmiféle nyoma nincsen. Úgyhogy már mindenki úgy gondolta, lemondóan, legyingetve, hogy hát itt az utódlással aztán nagyon nagy baj lesz. És 1638. szeptember elején Valóságos isteni csoda történt. Megszületett a dofán, megszületett a trónörökös. Ezt még a mindenhájjal megkent Risseli is ö, újongással fogadta, és első felindulásában azt javasolta, hogy adják a csecsemőnek a Győjdonné, az Isten adománya nevet. Végül is ezt a nevet nem adták neki, de a, hosszú ideig így is nevezték őt az udvarban. A találgatások viszont, hiszen még egyszer mondom, 17 éves kihagyásról van szó, az apaságról továbbra is ott keringtek, ott lengtek. Az anyaság ugyanis nem volt kérdéses. A szülések nyilvánosak voltak, akár a nászészakák is. A szél udvar ott volt, a szülősátor övező nagy sátorban, nézték, hogy hogy bújik ki a gyerek, hogy ki ne cseréljék, hogy törvényes legyen. Mert mi van akkor, hogyha véletlenül halva születik? és hirtelen kicserélik egy éppen akkor az udvaron született nagyszámú gyerek valamelyikével. Tehát az anyaság nem gond, de az apaság igen, és egy régi a francia közmondás is közszájon forgott, nevezetesen azt látni, hogy jön ki a gyerek, de azt nem, hogy megy be. Gyanakodtak az egyik inasára, gyanakodtak Dunkré Márkira, sőt magára Buckinghamre is, de hát mind a kettő butaság volt, mert ahogy mondtam, Buckingham 1627-ben meghalt, és a Márki is már 1638 előtt megtért az úrhoz. De az a lényeg tehát, hogy Lajos megszületett, még ha ilyen csodás körülmények között is. Mint hogy az életben lenni szokás, <coughs> a születés együtt járt a halállal. Még három-négy éves volt csupán, amikor az addigi teljhatalmú főminiszter, államminiszter Richelieu meghalt, majd néhány hónappal Richelieu halál után az apja is megtért az úrhoz. Amikor már érezte közelgő halálát, az előző év tavaszán magához hívatta fiát, és egy nagyon rövid, de nagyon érdekes és sokat mondó párbeszéd, dialógus zajlott le közöttük. Ez elsősorban abból a szempontból érdekes, hogy láthassuk, már ezt a három-négy éves gyereket milyen tudatosan készítgetik föl az uralkodás mesterségére. Milyen tudatosan készítik föl arra, hogy neki már négy-öt éves korában uralkodóhoz méltóan kell viselkednie. És el kell várnia az 50-70 éves udvari emberektől is, hogy őt megtiszteljék. És ő úgy viselkedjen velük, tehát beleverték, hogy te leszel a király. Hamarosan. No, a dialógusra visszatérve, hogy hívják önk jelenleg, kérdezte a beteg apa. 14. Lajosnak apám uram, mondta a kisfiú öntudatosan, még nem. Ö, válaszolta keserűen a halálára készülő apa. Tehát már a neveltetésén is vagyunk, neveltetésénél is vagyunk, és hadd mondjam el, hogy Mielőtt Richelieu meghalt, már gondoskodott az utódáról is, egy itáliai származású, szintén minden hágyal megkent eh, diplomata pap személyében Mazzarininek nevezték, amíg a pápai udvarban szolgált, utána franciásította a nevét, Jules Mazarin lett belőle. Hát. Tehát Mazarin megígérte Riseliőnek, hogy nem csak a keresztapja lesz, hanem a gyámja is, meg a nevelője is. Tehát gondoskodni fog a neveltetéséről. Ehhez a kellő hatalma is megvolt egyébként, hiszen az uralkodó halála után annak királyné megszegte a férje végrendeletét, amely arról szólt, hogy egy régens tanács, egy kollektív testület kell, hogy vigye az ügyeket, amíg Lajos nagykorú nem lesz. Ugye ez mindenütt így szokott lenni Európában. A régens tanácsot félretolva, ő ragadta kezébe a hatalmat, és ettől kezdve a következő években Mazarennel együtt kormányzott. Újabb szóbeszédek jelentek meg. Az enyhébb, a lájtosabb verzió szerint csak egyoldalú plátói szerelem volt. Anna királynő szerette Mazarent, azt nem tudjuk, hogy ő viszonozta-e vagy sem. Vannak nyomok, hogy talán igen, van egy olyan másik verzió is, hogy titokban talán házasságot is kötöttek. De minden esetre az uralkodó, a kiskor uralkodó nevében viszonylag jól vitték előre Franciaország szekerét és intézték az ügyeit. Tehát említettem már, hogy a keresztapja lett, gyámapja, és jól felkészíti az uralkodói hivatásra. Melyek azok a képességek, készségek? amelyeket Mazaren is, meg a többi oktatója is Lajosba szinte bele belevert. Erre a kérdésre akár Szent Simon Herceg emlékiratából is választ kapunk. Szent Simon Hercegről tudni kell, hogy ő udvari ember volt, és amíg kegyvesztet nem lett, amíg félre nem állították, addig nagyon közel volt a tűzhöz. Tehát ő mindenről tudott, és mindenkit ismert, amikor viszont szélreállították, megsértődött, és ez a sértődöttség szinte az egész emlékiratból kitetszik. Átsugárzódik, úgyhogy meglehetősen szubjektív módon ítélkezett, Lajosról is, a legtöbb esetben, de ez a két idézet, amit erre a diára írtam, önmérsékletéről tanúskodik, hiszen a következőket írja. Emellett Hiú volt és hiúsága végtelenségig fokozta nagy gőgjét. Szentül hitte, hogy ő ért a legjobban mindenhez. Mondjuk ez más uralkodók erénye is, idézveles erénye is lehetett, viszont ott van a folytatás a másik, hogy hibái azonban nem homályosíthatják el erényeit, lenyűgöző és egyedülálló viselkedését, arckifejezéséből, minden egyes mozdulatából magától értetődő méltóság áradt. Nos, hölgyeim, uraim, ő valóban a méltóság európai szintű megtestesítője volt. Az egész lényéből ez a méltóság, ez az uralkodói nagyság sugárzott. És ezt még az ellenségei, az ellenfelei is elismerték és nagyon jól tudott viselkedni. Még a neveltetésért csak egy gondolatot szeretnék hozzátenni. Mazarennen kívül két közepes képességi oktatója volt, egy marsal és egy abbé, akiknek a hiányos műveltsége Lajosra is átragadt, hiszen szintén enyhén fogalmazva a műveltsége meglehetősen felszínes és hiányos volt, de ezt meg kell különböztetni az intelligenciájától. Mert ugyancsak Szent Simonhoz fordulva, szerintem helytállóan állapította meg, hogy átlagos intelligenciával rendelkezett, sok volt benne a józa ész, egy nagy-nagy önuralommal bírt, és megfontolt is volt. Ezek már olyan kvalitások, amelyek nem minden uralkodót sem ebben a korban, sem előbb, sem később Európában. Lajosnak ezekre az erényeire szüksége is volt, hiszen 10 éves volt csupán, amikor a 30 éves háború végén, Lároelben teszem hozzá, ez Franciaországot is nagy mértékben sújtotta, anyagi, pénzügyi tekintetben nőttek az adók, nőtt az infláció, igen, feszült volt a társadalmi hangulat, és ráadásul van egy kiskorú alkodó. A csatorna túlsó partján, Angliában pedig ekkor ölnek meg egy törvényes királyt koron belék, 1649. januárjában. Tehát minden együtt volt ahhoz, hogy elszabaduljon a pokol, és kirobbanjon egy több ö, éven át tartó polgárháborús helyzet, állapot Franciaországban amely a Front Mozgalom néven ismeretes. A Front franciaul azt jelenti, hogy csúzli paritja. Ennek a Frontnak egyébként két összefüggő szakasza volt, kezdődött a, a, a Parlament Frontjával és folytatódott a Hercegek Frontjával. A legfőbb királybíróságnak a jogvégezett emberei azt szerették volna elérni, hogy az uralkodó velük együtt törvénykezzen, ne önmaga hanem vonja be őket is, hiszen ez a királybíróságnak az egyik alapfeladata. A hercegek pedig sért, sértettek, sértődöttek voltak, mert vagy eltolták őket a hatalom közeléből, vagy pedig más megaláztatás érte őket, és ezt a helyzetet kihasználva hercegek pedig minél nagyobb részt szerettek volna kikanyarítani a meggyengült hatalomból és talán egy kicsit vissza is kívánták forgatni a történelm szekerét az abszolút monarchiától a rendi monarchia viszonyai felé. De most nem is ez a lényeg, sokkal inkább az, hogy ez a zavaros időszak életre szóló, megrázkodható élményekkel gazdagította Lajost, akinek mondjuk azt a megaláztatást is el kellett szenvednie, mégpedig kétszer is, hogy családostól menekülnie kellett Párizsból. 1648-ban, 49-ben vagyunk, pontosan január legelején, amikor az egyik jó akarójuk lélek szakadva rohan a Louvre-ba, hogy felség, öltözenek, meneküljenek, mert jön a csőcselék, az önök életére akarnak törni. És ez a tíz éves gyerek, Valóban tehát megmaradt az emlékezetében ennek a gyereknek, hogy télvizidején idején, hidegben, álmosan, áruhában, settenkedve, lopakodva kellett több hétre elhagyniuk Párist. Akik a lélektant is bekapcsolják a történet tudományba, azok azt mondják, hogy az egyik fő oka ez volt annak, hogy nem Párizsban rendezte be az uralkodói központját, hanem megvetette a párizsi csőcseléket, megvetette, lenézte magát Párizt is, és Páristól 12 kilométerre egy új hatalmi központ építésébe fognak majd 1661-től kezdve. A másik megrázkodtató élményéből következő felismerése hogy ezekre a zavargásokra Franciaországban azért kerülhetett sor, mert gyenge volt a hatalom. Ezért, hogyha én megnövök, és én fogok uralkodni, akkor arra fogok törekedni, hogy az én hatalmam lehetőleg minél erősebb legyen. És ennek ugye érvényt is fogsz szerezni, szintén 1661-et követően. Közben pedig telnek múlnak az évek, még a front időszakában vagyunk, amikor 13 éves korában a párizsi Parlament nagykorúvá nyilvánította, majd három év múlva megtörténik a Reimszi koronázó székesegyházban a felszentelése megkoronázása, tehát király lett törvényesen, jogilag is. Ettől kezdve ő valóban Isten földi helytartójának számít. Egy Erlanger nevű francia kiváló történész joggal írja, hogy ezzel veszi kezdetét az isteni jog diktatúrája. A uralkodónak, és nem csak róla van szó, hanem már az elődeiről is, mágikus gyógyító hatalmat is tulajdonítottak. Erre még mindjárt egy példa erejéig vissza fogok térni. És az 1650-es évek közepet tája az az időszak, amikor a napkultuszt bosszűé és más főpapok jóvoltából már kezdik egyre tudatosabban építgetni, hogy megtehessék az abszolút uralkodó eszmei ideológiai hátterének. Már egyre gyakrabban feltűnik a napmotívum is. Még a koronázásnál és a felkenésnél maradva, ennek van egy évszázados múltja és forgatókönyve. A felkenéssel kezdődött, ebben az esetben is, és azzal az olajjal kenték föl, amelyet legelőször állítólag 496-ban helyeztek Klodwignak a homlokára. És ez az olaj szintén isteni csodának köszönhetően a következő évszázadokban ugyanolyan friss volt, mint kezdetben. Majd következett a koronázás és a koronázási eskü, bla bla bla, bla. ez is egy, egy, általános szöveg volt, hogy jóságos lesz, igazságos lesz a törvényeket, meg minden, amit kell, befogom tartani. Na és ennek a ceremóniának a végén, koronával a fején, teljes Uralkodói díszben, ö, mögötte az egész udvarral, kivonult a székesegyház főbejáratán, ö, a, ahová már az ország különböző részeiből több száz gyógyíthatatlannak számító fekélyes, görvélykorban korban szenvedő embert így nevezték ezt akkoriban, felsorakoztattak udvari orvosok először megvizsgálták őket, még azt is megnézték, hogy először van-e itt, meg hogy nem sumákol le, hogy egészséges, csak hát az alamizsnát várja, mert kaptak egy kis adományt is a ceremónia után. Majd az uralkodó tehát végigmegy a soron, mindenkinek a fejére teszi a kezét, és a homlokától a álláig, a bal fülétől a jobb füléig egy keresztet formál, és hallhatóan, de nem túl hangosan, a következőket mondja: a király megérint, az Isten meggyógyít. A király megérint, az Isten meggyógyít. És mit a Isten? Néhány, néhány nap múlva felröppen a hír, csodák történtek, csodálatos gyógy, gyógyulásokra került sor. Tehát ezzel is próbálták alátámasztani az ő ö, nimbuszát, isteni eredetét vagy származását. Még ugyanebben az évben, miután már megkoronázott uralkodó lett, Mazaren még erősebben és még mélyebben bevezette az államügyekbe. Ekkortól kezdve ő már személyesen elnököl a legfőbb hatalmi intézmény a magas tanács vagy királyi tanács ülésein. Ő mondja ki minden döntéskor végső szót. Másrészt pedig, ami talán még fontosabb, hogy a tanítása hogy készüljön az uralkodói tényleges mesterségre tovább folytatódott, és Mazarend főleg két dolgot vert a fejébe. Mindennél fontosabb az államérdek, ugye az etatizmus, leta, szemoa, az állam én vagyok. Kettő, hogy az uralkodó nem árulhatja el, hogy mire gondol. Tehát politikai színjátékot magas fokon művelte ő is, hozzáteszem a 4 ezer udvaronc is. Hatalma teljes tudatában szerintem előre megkoreografált módon a következő évben lovagló csizmában, lovagló pálcát csattogtatva, ö, bevonult a párzsi parlament termébe, és röviden azt mondta, hogy mától kezdve megtiltom a királyi rendeletek megvitatását. Az én rendeleteimet az a párzsi bíróság, amelynek ez lett volna feladata, vagy legfő feladata, nem vonhatja kétségbe. Tehát törvényességi vagy alkotmányossági kontrollt, ahogy ma mondanánk, nem gyakorolhat az uralkodó döntései fölött. Hölgyeim és uraim, akár ez alkalommal már mondhatta volna, hogy az állam én vagyok. De sem ekkor, sem később ezt így soha nem mondta. Ez egy történelmi mítosz, de tudjuk, hogy a nagy uralkodók esetében ilyen mítoszokkal meglehetősen gyakran találkozhatunk. Viszont elég éret volt már ahhoz, hogy hajkurászta a nőket. És sok alkalmi kapcsolata között volt egy számára különösen fontos kapcsolat is. Beleszeretett Mazarennek az unoka ugába, 1658-at írtak ekkor, és a fiatalok azt tervezték, hogy összeházasodnak hamarosan. Mazaren, akinek, illetve a családjának pedig nagyon jól jött volna egy ilyen beházasodás a Bourbon király családba nagy állam fői bölcsességről tett tanúság, tanúbizonyságot, amikor azt mondta az unokahúgának, hogy szó sem lehet róla. És azt mondta Lajosnak is, hogy felség, ha szereti, ha nem szereti, önnek más uralkodó házból származó feleséget kell keresni. Ezt hamarosan meg is találták Madridban. Tudnélék, a francia-spanyol viszony már évtizedek óta nagyon feszült volt. Háborúskodással emlékezzünk vissza a vallás háborúk idejére, amikor a spanyolok segítették a katolikusokat, és így tovább. Tehát ennek az áldatlan állapotnak véget kellett vetni, ezért döntöttek úgy mazarenék, meg a spanyol politikusok is, hogy 1659-ben megkötik a Pireneusi békét, és ezzel lezárnak. Lezárják ezt a hosszú-hosszú tusakodást. És ennek a békének a részeként egy dinasztikus házassági szerződést is ö, aláírtak, negyedik Fülöppel, aki egyébként Lajosnak a nagybátyja volt. Ez a házassági <coughs> szerződés arról szólt, hogy ő Mária-Terézia Infáns nőt, <coughs> Fülöpnek a lányát, akivel tehát unokatestvérek voltak, fogja elvenni. És Mazaren zsenialitását mutatja, hogy a béke egyik záradékába belefoglaltatta, hogy a mennyasszonynal egy félmillió aranytalléros hozomány is jár. Mindenki tudta, leginkább a madridi politikusok tudták, hogy a megszabott határ, nem hogy a megszabott határidőn belül ilyen hatalmas összeget az államcsőddel küzdködő spanyolok nem tudnak megfizetni, hanem még a megszabott időn túl sem, de szorult helyzetükben ebbe is belementek. Na és az áradék másik része arról szólt, amennyiben nem tudják időn belül megfizetni, akkor fönnáll Lajosék, illetve Mária Teréziáék joga a spanyol trónra, tehát ők fogják megörökölni. Az örökösödési jog őket illeti. Erre nem is kellett túl sokat várni, mert az utolsó spanyol Habsburg uralkodó, aki egy kicsit nagyon debilis volt, gyermektelenül halt meg, megüresedett a spanyol trón. Na és ez jó lehetőséget kínált arra, hogy 14. Lajosék benyújtsák a, az igényüket a trónra az osztrák vetétársakkal szemben. És ebből egy sok évig elhúzódó spanyol örökösödési háború fejlődött ki, a tusakodó felek mögé szinte felsorakozott az akkor Európa, minden számot tevő ország vagy hatalma. De maradjunk még a házasságkötésnél, tehát nem sokkal az esküvő után már meg is született az első gyermek, és összesen Mária Terézia hat gyermekkel ajándékozta meg a hűtlen Lajost, aki hát nap mint nap megcsalta a feleségét. Mária Terézia ezt sokáig nem tudta elviselni. Nagy lelki nyomás volt rajta, de hát mit tudott csinálni? Beletörődött. Arról nem találtam írást, hogy ő félrelépett volna, -e, vagy pedig hűséges volt a hűtlen urához. A hat gyerek közül öt meghalt, csak Lajos, az egyetlen törvényes fia maradt, örökösnek, csak itt meg az volt a baj, hogy a napkirály halál előtt néhány évvel egy himlőjárvány söpört végig az udvarban is, és a trónörököst is elvitte. Sőt, mi több, a számba vehető unokákat és dédunokákat is elvitte. Egyetlen egy ükunokája maradt, a leendő 16. Lajos, aki csak azért maradhatott életben, mert a dadája három hétre elrejtette az udvari orvosok elől, akik halára kezelték volna. Ez biztos, hogy így van. Tudjuk, hogy ez ekkor inkább még kuruzslásnak lehetett nevezni az orvoslást, nem pedig tudománynak sok-sok szeretője közül három tartósan királyi szeretővé vált. Kezdődött a sor de La aki négy gyermeket szült neki, és miután már nem volt szüksége rá, hát akkor Kolostorba küldték, hogy jöhessen az újabb, a fiatalabb, a 26 éves Madame Montespan, aki gyakorlatilag, ahogy a dián is olvashatják, a párhuzamos feleségének számított, nem volt még titokban sem házasságkötés, de Lajos úgy kezelte, ő pedig nyolc gyereket hagyott hátra, összesen tehát a napkirálynak volt 12 törvénytelen gyermeke és egy törvényes, de tudjuk, hogy az utódlásnál a törvénytelen gyerekek nem számíthattak, nem számítottak. És a harmadik feleség, akit titokban feleségül is vett, már Mária Terézia halála után került a képbe, 1683 és 1715 között szolgálta az uralkodót, eredetileg ő volt a király gyerekeknek a nevelő nője, és akkor hálózta be, vagy Lajos fordítva, akkor hálózta be a hölgyet, meglehetősen nagy hatalommal és nagy befolyással rendelkezett, de nagyon fontos, amit a megjegyzés rovatba odaírtam, hogy ebben az időben sem ő, sem a más királyi szeretők még nem játszottak politikai, jelentős politikai szerepet, mint például majd 15. Lajos alatt Madan Pompadour és más királyi kegyencek és ágyasok. A himlőjárványt már említettem, úgyhogy haladhatunk tovább. És már ott is vagyunk, egy újabb halálesetnél, 1661-ben Zsül Mazaren meghalt. De halál előtt egy végrendeletet készített, utaltam már rá, amely arról szólt, hogy az uralkodó vonja magához a főminiszteri tisztséget is. Nos, ez az évszám, hölgyeim és uraim, tehát azért fontos, mert ezzel kezdődik el egy 54 évig tartó, Személyi uralom, ha úgy tetszik, egy egyszemélyi zsarnokság, egy egyszemélyi diktatúra. És ekkor már akár ebben az évben is mondhatta volna, hogy az állam én vagyok, hiszen Mazaren temetése utána nem sokkal a tróntermébe kérette az ország előkelőit. Főurakat, főpapokat, mindenki ott volt, aki számít, és ő pedig a kancellárjához fordulva. Azt mondta, hogy kancellár úr, arra kérem önt, hogy a következő szavaimat közvetítse a jelenlévőkhöz. Sokkal hosszabb szöveg volt ez, ebből csak ennyit ragadtam ki. <coughs> Uraim, összehívottam önöket, hogy tudassam. Eddig az államügyeit a néhai Mazaren úr irányította. Elérkezett az idő, hogy magam kormányozzak. Önök segíteni fognak tanácsaikkal, amikor én kérem őket, vagy önöket. A napkultusz nimbusza is kiteljesedőben van, és ettől kezdve már, kezdve már valóban központi jelentőségűvé válik, amit a legjobban az mutat, hogy a következő évben például, amikor egy udvari, balett előadást rendeztek, rendszeresen voltak színpadi és balett előadások, és Lajos mindig főszerepet játszott. Most ezen az előadáson a napfelkeltét játszotta, hiszen a földi élet szempontjából mi a legfontosabb? A nap. A nap ad fényt, a nap ad meleget, a nap sugárzik mindenkire, nap nélkül senki sem létezhetne. Ezért, tehát napjelmezbe öltözött, így örökítették meg. És ha már többször említettem a, a napkultuszt, illetve a napmotívumot, itt hadd mondjam el azt is, hogy ennek is évszázados múltja van már a, a francia király udvarban, de még csak ilyen mellék dolog volt, ez mellékes volt, nem központi fontosságú. És amikor az uralkodó abszolút hatalmát, Elméletileg, ideológiaileg is meg akarták indokolni, bosszújék és mások, történelmi példákat kerestek és találtak. Visszanyúltak az ókorba az egyiptomi történelembe, a Krisztus előtti 14. századig, amikor volt egy negyedik Amenhotep nevű. Egyébként nagyon tehetséges fáraó, aki úgy próbálta megtörni a túl hatalomra túlságosan megerősödött. Ámon Ré papság hatalmát, hogy megszüntette a sok istenhitet, és áttértek a monoteizmusra, az egyistenhitre, a nap, az áton kultuszra. Új fővárost emeltek, világi rendelkezéseket hozattak, és nagyon sok minőségi fordulat vette kezdetét, de sajnos ez az időszak nem sokáig tartott, tehát ezt emelték be, és ezt adaptálták a francia viszonyokhoz ezek az ideológusok. Hányszor mondtam már, hogy abszolút hatalom, teljhatalom, egyszemély diktatúra, és így tovább, de azt is látnunk kell, hogy a napkirály hatalma nem volt korlátlan. Számos korláttal szembesülnie kellett. Nem hághatta át az államballás előírásait. Nem rúghatta föl a korábban hozott törvényeket. Nem szeghette meg az udvari etikettet. És legalább még 5-6 ilyen pontot fel tudnék sorolni. Amit, amit, neki is tiszteletben kellett tartania, meg hát nem nyújtózkodhatott tovább, mint a takaró, ameddig a takarója ér. Tehát mindig túlköltekeztek ebben az időszakban. Több volt a kiadás, mint a bevétel. Nagy volt a pazarlás is, és hiába óhajtotta az uralkodó mondjuk azt, hogy tartósan fenn kéne tartani egy 400 ezeres hadsereget, nem volt pénzügyi lehetőség. És amikor véget ért ez vagy az a háború, a zsoldos hadsereg létszámát drasztikusan csökkentették. Csökkentetni kellett. Vagy a Versailles palota építkezését is sokkal több pénzből, vagy még több pénzből is meg lehetett volna oldani, de Jean-Baptiste Colbert, a pénzügyi főintendás, mindig mondta neki, hogy felség, ettől több pénz ebben a pénzügyi évben erre nincsen. Tudnék, ő a kettős könyvelést, bevétel, kiadásróvat, minden más egyéb, és ők már mindent papíron rögzítettek. És ezek nagyon fontos közgazdaság szempontból is fontos dokumentumok és források. Néhány bonmót, néhány szellemes mozdás, mondás, bocsánat, ezzel kapcsolatban Had osszak meg önökkel. Háner Péter írja, nagyon szellemes valóban, hogy mindent megtehet, amit akar, de nem akarhat mindent, amit megtehet. Vagy a viszonylag korán elhunyt kiváló történészünk Szűcs Jenő írta egy helyen, hogy az abszolút monarchia nem korlátlan, hanem kontrollálatlan. Tehát nem, nem korlátlan, hanem ellenőrizetlen, ellenőrizhetetlen. ellenőrizhetetlen. És számos verzióban találkoztam már azzal a mondással is, hogy az abszolút monarchiát mindig csak építgették, de sohasem fejezték be. Ez így volt a 14. Lajos abszolút monarchiája esetében is. A régi és az új, a régi intézmények, amelyeket nem törölt el teljesen, és az új központi királyi hatalmi intézmények együtt éltek Egymást segítették, de inkább ö, kölcsönösen gátolták ö, a jó működést. Tehát a régi és az új világa volt ez a sok évtizedes uralom. A verszályi palotát sem fejezték be. Azt is mindig csak építgették. Még az 1715-ben bekövetkezett halála után is. És áttérve erre az újabb ö, témakörre, itt az előadás elején már beszélgettem hölgyekkel urakkal, akik jelezték, hogy ők már voltak Verszályban, és ma is gyönyörűnek tartják. Hiszen ez volt Lajos egyik legfontosabb célja. Hogy én meghalok, de mementóként álljon ott, évtizedekig, évszázadokig, egy olyan mű, amely az én hatalmamat, amely az én a nagyságomat továbbra is közvetíti és sugározza. Ekkor jelenik meg a francia politikában egyébként a grandeur és a gloire, a nagyság és a dicsőség gondolata. És Lajos nem csak nagynak, hanem dicsőségesnek is akarta mutatni, láttatni magát. Valóban ez az építmény együttes, impozáns egész Európa Csodálta, irigyelte, és ahogy említettem, önöknek utánozni próbálta. A kastély építésével kapcsolatban számos ok játszott szerepet. Addig nem volt állandó hatalmi központ. Az udvar a Louvre-ból vándorolt ide-oda. Jó idő esetén átmentek Venszamba, onnan Fonteneblóba, onnan Szent Zsermenbe, megint a Louvre és így tovább. Folytatódott ez a, ez a körforgás és ez egyre macerásabbá vált. És erősödött az az igény, hogy állandó székhelyre, állandó uh, uralkodói központra van szükség. Ismerjük már, hogy Lajos nem szerette Párist. Megvetette azt, gyerekkori emlékei taszították, meg a Louvre sötét is volt, rideg is volt, meg kicsi, egyre kisebb is lett az udvari szórakozások számára. No, ez az építkezés egyik legfontosabb, ha nem a legfontosabb szempontja lesz. Tehát egy olyan nagyobb teret, egy olyan nagyobb építmény együttest kell csinálnunk, ahol a véget nem érő vigasságokra van elég hely. Később alakult ki Lajos Ferév helyében is az, hogy ha már itt vagyunk Verszályban, akkor állandóan itt is telepedjünk meg. Na meg ki nem maradjon a felsorolásból Fuké kastélyának példája. Jean-Baptiste Kolber előtt Fuké volt a pénzügyi főintendás, aki sajátjaként kezelte az állam vagyonát. És olyan káprázatos kastélyt épített, Amilyen egyik királykastély volt. Egyik sem közelíthette meg. És elkövette azt a hibát, hogy a vadászat alkalmával meginvitálta a hogy szálljon meg nálam. Hát azt gondolta, hogy nem se földön van. És rögtön felvetődött a kérdés, hogy hát miből? Honnan van ennek ennyi pénze? Kolber meg a fülébe durozolt, hogy felség. Ez lenyúlta az állam vagyonát és kegyvettet lett Fouquet, Kolber meg elfoglalta helyét. A történelem ismét önmagát, mondhatnánk azt is. És gyorsan átugor vezen a dolgon, tehát az építkezés több mint 50 éven át tartott, 1661-ben kezdődött, 1674-ben ért el odáig, hogy már az u-alakú három épület Központi épületekről van szó, készen lett, és ettől kezdve az udvar egyre többet és egyre rendszeresebben tartózkodott itt. Végül is 1682-t jelölhetjük meg ama évnek, amikor az udvar hivatalosan is ide települt át, és ettől kezdve Versailles Franciaország fővárosának számít. Mert sokan kiszorultak, sok embernek nem volt elég hely a palota együttesben, ezért a palota körül kiépül egy 15 ezer fős település. Egy nagyon sajátos város, ezt nevezzük ma versailles amely akkoriban is arról volt híres már, hogy csak udvari nemesek, udvaroncok, csak arisztokraták és a szolgáik laktak benne. 15 ezeren. A mű tervezői Fukénak a építői voltak. Le Vaux, az építész, Le Brun, a festő, Le Notre, a kerttervező, Franchen, a vízépítő és a társaik. A pénzt pedig Jean-Baptiste Colbert teremtette elő. Ez 1679-ig sikerült is neki, hiszen Kolber egyedül tudta Európában azt a csodát, hogy hogy lehet pénzügyi aktívummal zárni az évet. 1679-től már ő sem tudta, kegyvesztett lett, néhány év múlva meg is halt. És Kolber halál után Louvois, aki egyébként hadügyminiszter volt, de az építés ügyért is felelt, Louvois veszi át ennek a továbbfolyó építkezésnek a finanszírozását. A, ami a költségeket illeti, a Lajos elvárása 1661-ben az volt, hogy a legszebbet szeretném, de méltányos áron. Ez nem sikerült, hiszen ahogy Szent Szimón is megállapította, Versailles nagyon költséges beruházás volt. Vagy egy mai kiváló francia történész, Pilorzsé is azt írja, hogy az építkezés igen sokba került. Ennek a diának a legalján látni egy még konkrétabb adatot is. Kolberék feljegyezték azt is, hogy 1680-ban a dudvartartás költsége 12,7 millió livre rúgott, az összbevétel nem érte a 100 millió livrt. Számoljanak utána, ez durván 13 százalék. És ez csak egy tétel és mennyi más mindenre kellett volna még a pénz. Könyörgöm, egyedül a hadsereg költsége békeidőben 50 kötőjel 65% között mozog, ebből viszont alig volt már, mint békeidőből, háborús helyzetben pedig 70-85%. A hadseregre fordított kiadások felülmúlták a 80%-ot. Tegyenek hozzá még 13-at, és mi van az iparral, mi van a kereskedelemben, mi van a népjóléttel, és így tovább. Na meg hát ne felejtsük el, hogy 15-20 ezer léhűtőt kellett eltartani. Ennyien éltek az épülő-szépülő Verszályban. Nem csak a királyi család és a rokonsága, az udvari méltóságok és személyzetük, az udvarhölgyek, több száz vadász, csak a cselédek és szolgák száma olyan tízezerre tehető, nem is beszélve a központi kormányzati apparátusról és a 4-5 fős udvari nemességről. Ezeket etetni, itatni kellett, szórakoztatni kellett őket, keddiakkal jutalmazni őket, hogy csak néhány példát mondjak. És előadásomat lassan befejezve, engedjék meg, hogy néhány percben még beszéljek az udvari élet fényéről, előnyeiről és hátrányairól is. Ez a Robert Mandru idézet, amit nem fogok felolvasni, arra mindenképpen jó, hogy én is rámutassak arra, amit már mondtam is ugyan önöknek, hogy ebben az udvarban mindenki szerepet játszott. Egy nagy, színpompás előadás folyt amelyben az uralkodó volt a főszereplő. Az összes többiek pedig a mellékszerepeket játszották. Az uralkodó volt a nap, amely körül a bolygók mozogtak, keringtek. És a bolygók csak azáltal léteztek, hogy ott volt a központban a nap. Tehát feladva az egyéniségüket, szerepet játszott mindenki, és az uralkodótól függő, a király kegyét leső udvari szolgává alacsonyodott le, akiknek egyedüli törekvésük az volt, hogy észrevétessék magukat. Egész életében azt emlegette, hogy egyszer az uralkodó egy udvari bálon, amikor bevonult, rám pillantott, és enyhén biccentett. Ez a legnagyobb uralkodói kegyele. A papucsot már említette meg sok egyéb mást. Na de haladjunk tovább. Ebben az udvarban minden percre pontosan ki volt számítva. Tehát egy spanyolos bár megváltoztatott, de igen szigorú udvari etikett szerint zajlott, Szent Simon méltán használja a rúgóra járó etiket kifejezést. A példát még egyszer nem akarom megismételni, tehát egész Európában a nap király napi rendjéhez lehetett az órát igazítani. De hát monoton egy hangúságot is eredményezett. Nem csak az uralkodónak, hanem a körülötte lévőknek is, és nem is csak egyhangúságot jelentett, az uralkodó számára nagy terhekkel járt, hiszen az egész élete a felkeléstől a lefekvésig a teljes nyilvánosság előtt zajlott. Még amikor könnyítenie kellett magán, akkor is. Hatalmas kegynek számított például az, hogy valakit kakilás közben fogadott. Egyébként 14. Lajos ezt nem tartotta nyűgnek, nem a kakilást, hanem hogy az élete nyilvánosság előtt zajlott, mert ahogy az emlékiratában le is írja, az uralkodónak, most szabadon idézem, biztosítania kell, hogy őt bárki könnyen megközelíthesse. Ez sok mindent jelentett, a lényeg az, hogy a kastélya, mindenki számára nyitva állt. Bárki bemehetett a kastélyba. Ez pedig további kellemetlenségeket eredményezett. Egyrészt túl zsúfoltsággal járt, mert ezt a 15-20 ezer embert el kellett helyezni. Szent Simon is örülhetett, hogy egy szűk dohos padlás szoba jutott neki. Tudjuk már, hogy emiatt épül ki a palota együttes körül verszály a maga 15 ezer arisztokratájával és udvaroncával. Nem csak túl zsúf volt ez, hanem egyre nagyobb a kívülről bejövő tömeg. Ezek között nem csak bámészkodók vannak, hiszen az uralkodó hálószobáján és dolgozó szobáján kívül bárhová szabadon bemehettek. Hanem tolvajok is voltak, csavargók is voltak, különféle visszaéléseket, lopásokat követtek el, az egyik szemtanú meg is ütközött ezen, mondván, hogy mulatságos látvány, amint a gáya rabokra emlékeztető alakok szabadon sétáltak a palotában, még a király hálószobájában is. Szerintem ez egy kicsit túlzás volt, de most ezt hagyjuk. Na, a másik kellemetlenség a Minden Mindenhová bevezették a vizet. A szökőkutakba, a medencékbe, a csatornákba, Vízát emelő szerkezetek sokasága van, locsolták a parkokat, de magában a palota épületeiben nem volt víz. Még ha akartak volna, se tudtak volna tisztálkodni. Meg nem lehettek vízöblítéses vécék. Egyébként ezeket már feltalálták, már az ókorban is voltak, Krisztus előtti időkben is. Nem voltak illemhelyek. Mindenki ott és úgy végezte el a szükségét, ahol éppen kellett. Egykori udvaron szavait idézve, az udvarban, a felső folyosókon, az ajtók mögött, és szinte mindenütt ezer trágyadomb látható, elviselhetetlen szak bűzülög. Az egyik nem használt szobát annyira meg, töltötték emberi ürülékkel, hogy ez a több tonnás ürülék massza betörte a padlózatot, és, 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 és lezuhant a földszintre. Nem lehetett kifűteni, nem arról volt szó, hogy nem lobognak a kandallók, fűtöttek télen rendesen, viszont ma úgy mondanánk, hogy a nyílászárok nem zártak jól. Így a füstel együtt a meleg is kiillant, és teljesen igaz az, amit Papimbre kollégám írt, ezzel kapcsolatban télidőben az egész udvar vacogott. Hideg teleken a királybora és kézmosóvize néha bizony befagyott. Nem volt fenékig tejfel a verszályi palotában élni, ahol a bűzt csak fokozták a mosdatlansággal járó negatívumok. Orvos tiltotta neki is, másoknak is a rendszeres tisztálkodást, a vízzel való érintkezést, mert elterjedt az a nézet, hogy a víz terjeszti a kórokozókat. A napkirály 77 évig élt, életében talán kétszer, összesen kétszer fürdött le. A, a, a mindennapi tisztálkodás abból állt, hogy reggel felkeléskor így az ujjával egy kicsit megmosta az arcát, itt a szemek környékét, Te semmi több. Vagy letörölgették itt az arcát egy ilyen borvizes alkoholos kendővel. Bűzlött mindenki. Bűzlött mindenki, hogy a, a, a testszagot, a kipárolgást megszüntessék, Erős parfümöket használnak. De Ted hát is csak átmenetileg tudta csökkenteni ezt a hatást. Képzeljünk el egy minden nap sorra kerülő, több ezer résztvevővel történő bált estét, vagy bármit. Ott vannak a méregdrág ruhákba öltözött hölgyek, urak, risporos paróka van a fejükön megtelepednek a mozdatlanság miatt a tetvek, meg a rüh. És az egész tízes társaság vakarózik és kaparózik. Ehhez hasonló, ilyen kötőtűszerű alkalmatosságokat használtak, miközben Volterrel, Montesquieuvel, Didróval, a francia enciklopédistákkal magasröptű filozófiai vitákat tartanak, benyúlnak a kaparóval a parók alá, és a serkéket próbálják kikaparni a, a hajukból. Az inasok pedig már figyelték a, az int, intésüket, hogyha így csinált egy úri hölgy, akkor a kis hátvakarót kellett elővenni, hogyha így, akkor meg a nagyot, és benyúlt a ruha alá, és akkor úgy próbálta a viszketését ö, csökkenteni. Nos, hölgyem és uraim, nem akarok megtisztelő figyelmükkel ö, visszaélni, Hát egy kicsit a Versailles udvar szagába is beszagolhattunk. 14. Lajosról, a napkirályról hallhattak egy rövid, de remélhetőleg elviselhető előadást. Köszönöm a figyelmüket!